Nem érkezik meg időben, amit rendeltél? Vagy nem tetszik a termék, és nem tudod visszaküldeni? Eltűnt vagy elérhetetlen a webshop? Az elektronikus kereskedelem tavaly áprilisában 114 milliárd forintos forgalmat bonyolított, és ezzel csúcsot döntött Magyarországon. A vásárlókat védi, azaz internet laboratórium, amelynek segítségével nem csak fogyasztói panaszok esetében járnak el, hanem hivatalból is indít eljárásokat a hatóság. A hazai internetes áruházak nagyjából 80%-a jogsértően üzemel. A laborban dolgozó hatósági szakemberek próbavásárlásokat végeznek, amelynek a folyamatait akár videófelvétellel is rögzítik, majd amennyiben fennáll valamilyen jogsértés, elindítják az eljárást. Ugye itt jellemzően a kollégák laptop, tablet és okostelefonon keresztül ellenőriznek, tehát itt az a cél, hogy egy klasszikus webáruházas vásárlást szimuláljanak a kollégák, és megnézzék azt, hogy a webáruházak betartják-e, vagy az applikációk betartják-e a jogszabályi előírásokat, tehát ez egy klasszikus webáruház ellenőrzést jelent, minden tájékoztatás megfelelő-e a fogyasztók részére, majd ezen felül történik a próbavásárlás, ugyanis nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy hiába a webáruházon például tökéletes az általános szerződési feltétel, mindenről tájékoztatják a fogyasztót, viszont a gyakorlatban nem az valósul meg, amiről tájékoztatnak a jogszabály szerint, tehát például a szállítási időről való tájékoztatás megtévesztő, vagy a fogyasztó nem tud elállni. Jelen esetben ugye mi vagyunk, vagy az IT labor a fogyasztó, és a próbavásárlás ellenőrzése alapján, hogyha jogsértést tapasztalunk, akkor indul a hatósági eljárás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is végeztek ellenőrzéseket, és a megyében tapasztalt jogsértések jóval az országos átlag alatt vannak. A vállalkozások 50%-a itt is elkövetett valamilyen szabálysértést, de jellemzően ezeket a hibákat az első tájékoztatást követően, amikor még nem kapnak büntetést, egy-két héten belül orvosolják a webshopok üzemeltetői. A tavalyi évben egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is 1 millió 400 ezer forint bírságot kellett kiszabni kizárólag a webáruház ellenőrzés során, ugyanis ott több mint 60 ellenőrzésre került sor, és ebből a 63 ellenőrzés egyébként 34 esetben kellett kifogásolni a hatóságnak a webáruházakat, és 7 esetben pedig ismételt ellenőrzésre is sor került, ahol minden esetben jogsértő volt a webáruház, és ezért kellett bírságot kiszabni, amely ugye, mint az elején említettem, ez 200 ezer forinttól 2 millió forint értékig terjedhet, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez 1 millió 400 ezer forint volt, és a kifogások okai elsősorban abból adódtak, hogy hiányos volt a tájékoztatása az elállási jogról, ugye 14 napos elállási lehetősége van a fogyasztónak, hogyha webáruházakból rendelt, tehát indoklás nélkül visszaküldheti a terméket, de hibás volt a tájékoztatás például a jótállás szavatossági jogokról is. A hatóság munkáját már több mint 4 éve segíti a madridi, szófiai és lisszaboni tapasztalatok alapján felállított internet laboratórium. A magyar laborhoz hasonló rendszer egyébként az uniós tagországok alig negyedében található.